akár mikor életemben gyermekotthonban élő gyerekekkel játszottam, dolgoztam, beszélgettem, arra döbbentem rá, hogy van egy nagyon speciális tulajdonságuk, Pontosan ugyanolyanok, mint bárhonnan jött gyerekek, bármilyen gyerekek. Van kedvük, dolgokhoz nincs, valamit jól tanulnak, valamit kevésbé, valamit szívesen csinálnak, valamit kevésbé. Teljesen ugyanolyan gyerekek, mint bárki más. Nekik tanítanak angolt, és inspirálják őket a nyelvoktatás élményére, és az ablakok, amelyek megnyílnak a világra a nyelvoktatás segítségével, ez a fő témája mindenkiért alapítvány nyári táborának, első táborának, amelyben az egyik oktató Székely Martin youtuber, influencer, vlogger és német-angol szakos bölcsész és tanár, és inspiráló vendég, tegnap abla, világra ablakot nyitogató vendégünk, alias villamkéze Géze Szabogál András, üzletember a Bamako Rally tulajdonosa. Utoljára a rally kapcsán volt velünk itt Igen. András. Szareget. Szia, jó reggelt! Aki tegnap volt a táborban vendég. Hadd kezdjem a tábor egyik lelke a tanár helyett veled. Milyen benyomásaid voltak a beszélgetésről a gyerekekkel? Nagyon jó benyomásai voltak, nagyon cuki gyerekek voltak, tehát én nem meg nem mondtam volna, hogy, ő, hogy ők bármiféle hátránnyal élnek a világban. Nagyon kíváncsiak voltak, nagyon érdeklődőek voltak, rengeteg kérdést feltettek, és ahogy mondtad a, a, a bevezetőben, ugyanolyan, mint bármilyen más gyerek. Milyen ö, angolt úgy tanítani, hmm. hogy először kedvet kell hozzá csinálni, hogy ennek az egésznek van értelme? Mert nem célnal érkezik a gyerek, hogy muszáj holnap angol nyelvvizsgát szereznem. És így érkeztek, képzeljétek, az volt a legrosszabb, hogy láttam rajtuk azt, hogy már bennük van az az érzés, hogy Nyáron tanulni, ez annyira nem függ össze, és amikor meglátták azt, hogy itt föl kell állni, ugrálni kell a teremben, játszani kell a teremben, akkor érezték azt, hogy wow, így is lehet tanulni. Mm. Tehát, hogy nekik inkább azt érzem, hogy ebben a három napban, nem azt tanítottuk meg, hogy úristen, a present perfect continuous hogy fogod majd ragozni. Az nagy mázli, hogy ezt megúsztál. Igen, ezt nem szerettük volna. A Andrea Judith kolléganőmmel egyébként, aki a másik lelke az egész tábornak, tehát hogy annyira hálás vagyok, hogy ott van ő mellettem, ő a másik angoltanár. És, és az, hogy a gyerekek tényleg nyílnak meg egyre jobban, akár két óra után már jöttek, ölelgettek, Martin bácsi, úristen, köszönjük, hogy itt vagy. Tehát, hogy ez egy csoda, én azt gondolom, hogy a gyerekeknek meg tudjuk azt mutatni itt három napban, hogy így is lehet, és hogyha ezzel átforgatjuk egy kicsit a gondolkodásukat, hogy a tanulás az tényleg mennyire jó dolog is lehet, akkor én azt gondolom, hogy elértük a célunkat. gyerekről van szó. Nyolc. Nyolcan vesznek részt. Így van. Ebben is akkor egész nap, vagy a nap egy részében mondjuk ezzel foglalkoznak, utána meg dobálhatják a labdát. Hát azért ennyire nem, nem akarjuk, hogy, hogy szabad legyen a dolog, tehát, hogy tisztől délig mindenképp van egy angol foglalkozás és akkor közben egy kis szünet, természetesen, mert azt se szeretnénk, ha a gyerekek ott 120 percig végig ülnének, tehát pont ezért mozgatjuk őket. Ugye az egésznek a, lényege lényeg is edutainment, tehát ne az legyen, hogy csak oktatunk, meg ne az legyen, hogy csak szórakoztatunk, hanem kicsit ötvözzük a kettőt, és akkor tényleg uh, elérjük azt, ami miatt mi ott vagyunk, tehát hogy a gyerekek élvezik is ezt az egészet, és utána még tegnap például kimentünk a Margit szigetre, hogy egy kicsit levezessük az energiákat. Hát és ugye olyan előadók érkeznek, Novák András volt első nap, aki arról mesélt, hogy a világon bárkivel tudsz kommunikálni, ha hajlandó és képes vagy rá. Ugye András ugyanez, bejárt az egész bolygót, kézzel, lábbal, bárhogy, angolul, franciául, németül, ami adódik. És ez a legfontosabb üzenet azoknak a gyerekeknek a számára, akiknek el, el kell magukról hinni, hogy tudnak beszélni, csak el kell hinni, hogy tudsz. Igen, uh, és én, én mindig ezt szoktam mondani, hogy a legfontosabb dolog, hogy egy-két mondatot mindig megtanulj azon a nyelven, vagy, és hihetetlen hidak tudnak felépülni. Milyen uh, nyelveket mondtál tegnap? bambarául megtanultam azt, hogy hello lányok. Ezzel a két szóval olyan jégtáblákat tudtam megtörni, két férfinek is oda odaszólok, hello lányok, mindenki elkezd nevetni. Tehát a mosoly és a nevetés az a legnagyobb hídépítő két ember között. Uh, és hogyha egy ilyen hülye mondatot be tudsz nyögni valamilyen furcsa nyelven bárhol a világban, akkor, 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 sokkal közelebb kerülsz emberekhez, sokkal közelebb érsz a céljaidhoz. Tudod, mi volt a kérdése a gyerekeknek? Az az 500 kérdés, még miután elmentél. Föltettek 500-at, és maradék 500, akkor hangzott el, miután elmentél. Én ennyi kérdés még gyerekcsapatban, ennyi érdeklődést nem láttam. Az az volt, hogy mi lesz a rallival az idén, most a COVID időszak miatt. A következő nem lesz rali, mert két évente van csak. Akkor uh, ez mázli. Úgyhogy 2022-ben 2022 lesz. Most 2021-ben a mexikói futamunk van, a BAHA, ami a, mindig a köztes években van. Hát az még egy kérdés, hogy ott, ott mi lesz, de ott is mindenféle rendelkezést hozunk, meg mindenféle uh, olyan óvintézkedést léptetünk életbe, tehát hogy ne legyen közös reggeli eligazítás, hanem mindenkinek a CB rádió mondjuk el a legfontosabb információkat, meg ilyen apró részletek. Uh, azt tanultuk meg ebből a vírusból, szerintem, hogy meg kell tanulni vele együtt élni, és uh, csökkenteni a, a fertőzés esélyét, és aztán minden rendben lesz. Tudod, mi az érdekes? Bocsáss meg csak még egy dolog, csak hogy rákössem Igen. azt, hogy a Martin ugye online oktat angolul is, németül is, ami egy új dolog, tehát, hogy nagyon sokan nem voltak erre alkalmasak képesek, meg se fordult a fejükbe, hogy személyes találkozás nélkül ő, napi szinten vagy heti szinten kapcsolatot tartsanak gyerekekkel, és a magyarországi gyermek otthonban élő gyerekekkel, Berlinből, ahol Martin él, tartja a kapcsolatot a srácokkal. Így van, és már alapból én azt gondolom, hogy ez egy csoda, hogy nekik meg tudom azt mutatni, hogy hogy én itt ülök Berlinben, és ők onnan Magyarországból tudnak tanulni, és ők is simán eljuthatnak ide. Én halmazottan hátrányos helyzetű voltam, viszont semmi jelét nem érzem ennek a mai 28 éves énemmel, hogy hogy bármilyen hátrányos helyzetem lenne. Hát már megdolgoztál érte. Igen, meg, megtanultam a nyelveket, így van, én is azt látom. És hogy az alapvetően, hogyha jól értem, akkor van, tehát akkor egy nyelvoktatás, meg vannak ilyen élménybeszámolókkal egybe, kö kötött előadások, amit igen, én is, is csináltál. Címsel igen, igen. <laughs> nagyon gyúrtam rá, hogy angolul kell beszélnem a gyerekeknek. Az a következő év lesz, mire a Martin elvégzi Endre Judittal a munkáját. hogy várunk vissza jövőre. Az egész sztorit kitaláltam egyszerű szavakkal, egy ilyen 150-es szókincsel. Gyakoroltad azokat Gyakorolt. a szavakat. Gyúrtam ugye? rá. Bármi igen. nem jut eszedbe angolul, szóljál. Nem, de itt az a lényeg, hogy ne üssön eszedbe olyan szó, hanem csak nagyon egyszerű szavak jussanak eszedbe. Ez mekkora ötlet, várunk vissza. Szia, köszönöm, <laughs> köszönjük. szépen. köszönjük. köszönjük.